Már 2015 májusában nem állíthatjuk, hogy rövid ideje dolgozunk együtt. eltelt több mint két év azóta, hogy az asztali tenisz-sportban egy új lendület, egy új irány kezdődött el. Hosszú utat tettünk meg ezzel alatt a két év alatt, és azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy rögzítsük, mit tettünk meg, mit értünk el, milyen feladataink vannak, hova kell eljutnunk pár éven belül. Nem csak ezt kell rögzítenünk, azt is rögzítenünk kell, hogy mik azok az értékek, mik azok az alapértékek, alapvetések, amelyeket közösen mindannyian együtt vallunk, mert ezek irányutadóként tudnak szolgálni esetleges dilemmáinkban, a döntéseinknél, egy-egy kérdés megítélésénél. Amikor ezeket az alapértékeket rögzítjük, akkor egy látszólagos útvesztőben egy kiutat is mutatunk magunknak ezzel. Alapértékekről beszélve nem kérdés, hogy a legfontosabb és legalapvetőbb érték a sport és ezen belül természetesen a pingpong szeretete. Mindannyian azért dolgozunk, azért élünk, ha úgy tetszik, és azért járunk mérkőzésekre versenyzőként, sportolóként, edzőként vagy szurkolóként, mert szeretjük az asztalit, szeretjük a pingpongot. Ez kell tehát a legfontosabb közös értékünk legyen nem elég természetesen a pingpong és a sport szeretete. Mindannyiunknak tenni kell azért, hogy ne csak szeretet, hanem sikeres sportág is legyen ebből a sportból. A másik érték tehát a szereteten túl az az, hogy mindannyian tetrekészek vagyunk, és mindannyian elvégezzük azt a munkát, amit saját magunk erejéből, tehetségéből és az adott kereteken belül lehetséges és szükséges. Más kell tehát természetesen tenni, egy utánpótlással foglalkozó edzőnek más kell természetesen tenni a gyerekek szüleinek, és egészen mást kell tenni a sportági szövetség vezetésének, elnökségi tagjainak, elnökének adott esetben, és természetesen megint csak más az elvárás az élsportolóinkkal, válogatottjainkkal szemben. A következő pontunk tehát az, hogy mindenki tegye meg tudása szerinti legtöbbet azért, hogy abban a pozícióban, feladatkörben, azon a helyen, ahol éppen áll, a lehető legjobb eredményt és a legsikeresebb eredményt vívja ki. Ha ezt összetettük, akkor már jelentős lépést tettünk a sikerek felé. Pingpong szeretete tehát, illetve a legjobb tudásunk szerinti munka, az két olyan iránymérték, ami segíti a továbbhaladást, illetve a pingpongnak a fejlődését. Nagyon fontos rögzítenünk a versengés és az együttműködésnek a jelentőségét és lényegét. Sportról beszélünk, tehát a versengés alapeleme a sportnak a versengés alapeleme a pingpongnak is, de a versengés az a pingpongasztal mellett helyes. Ott kell megmérkőznünk egymással, ott kell szurkolnunk egyik vagy másik játékosnak. A pingpongasztal és a pingpongterem tehát az a közeg, ahol a versengésé kell a hangsúly legyen. Mindenhol máshol én azt gondolom, hogy az együttműködés az, ami előre mozdít bennünket. Ha együttműködünk, ha szeretett sportért mindenki megteszi azt, amit legjobb ereje, legjobb tudása lehetővé tesz, akkor ez egy újabb lépcsőfok a siker felé. Ezek tehát azok a közös értékek, amelyeket, hogyha mindannyian együtt vallunk, akkor legfontosabb kérdésekben, legfontosabb dilemmákban el tudjuk dönteni, hogy melyik a helyes irány. Együttműködésről beszélve tehát meg kell ítélnünk, hogy mikor van a közös érdeknek, és mikor van a helyi érdeknek, klubérdeknek, vagy privát érdeknek helye a legtöbb esetben megint csak iránymértékű szolgál hogy a közös érték, a közös érdek az, az általános, és a klub érdek és egyéni érdek az leginkább a pingpong a pingpongasztalok mellett kell, hogy előjöjjön. Ott kell tehát a versenyzői tudásban maximalizálni a klub érdekeket és az egyéni érdekeket. A közösségi érzés és a közösségi munka tehát az, ami a közös munkánkat előrébb viszi. Amikor közös érdekről, sportág érdekről beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy van egy pingpongon kívüli világ, és azt szerintem hiszen kívüli világ. Ott megint csak előjön a versengés, más sportágakkal, más sportokkal, más társadalmi szervezetekkel versengünk. Versengünk a figyelemért, versengünk a szurkolókért, versengünk a médiáért, és versengünk a szponzorokért természetesen ez a versengés, ez megint csak az eredményeken fog múlni, hogy, hogy milyen helyen, milyen poszton, milyen pozícióban fogjuk ezt a versengést lezárni. És ami még fontos, hogy az egyébként szűkös energiánkat, az egyébként szűkös erőforrásainkat, szűkös figyelmünket hova és mire összpontosítjuk. Lényegtelen dolgokra, lényegtelen apróságokra próbálunk figyelni, és arra pazarlunk energiát, vagy a hatásos és lényeges dolgokat tekintjük fontosnak. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy vajon megfelelő stratégia az, hogyha az Európa-bajnoki felkészülés helyett mondjuk a figyelmünket egy éppen a napokban esedékes, aktuális dologra összpontosítjuk, és ezzel herdáljuk el azt a kevés energiát, kevés erőforrást, ami rendelkezésünkre áll. Azt gondolom tehát, hogy látnunk kell egy víziót. A vízió az, hogy az asztali tenisz egy fantasztikus, sikeres sportág lesz Magyarországon. A vízió az, hogy rengetegen űzik ezt a sportot, rengetegen szeretik. A vízió az, hogy rendkívül sikeresek a versenyzőink ebben a sportágban, lehetőleg minden korosztályban, a gyerekektől a felnőttekig. És a vízió az, hogy a nézők keresik az alkalmat és keresik a lehetőséget, hogy ezt a sportot, ezeket a pingpong mérkőzéseket figyelemmel tudják kísérni és meg tudják nézni. Alapértékekről beszélve, tehát azt gondolom, hogy elérkeztünk a legfontosabbhoz, és ez pedig a gyermekeknek a bevonása. Az utánpótlás sport az egyszerűen nem érdemel, nem szükséges semmiféle kritika, semmiféle relativizáció, hogy miért fontos. Az utánpótlás sport a gyermekek bevonása a pingpongba az az egyértelmű és legfontosabb közös értékünk, a legfontosabb közös célunk. Meg kell találnunk tehát azokat az eszközöket és azokat a csatornákat, hogy a gyerekeket elérjük, megszerettessük velük a sportágat, minél több gyerekkel játszassuk ezt a sportágat, és amikor a gyerekek már megismerték és megszerették az asztalitenészt, akkor jön a kluboknak a szerepe és feladata, hogy a legtehetségesebbeket, a legmotiváltabbakat, a legsportszerűbben játszó és versenyző gyerekeket megnyerjék a versenyszerű sportnak. És ha ez sikerül, akkor azt látjuk, hogy egyre több gyerek fog játszani, egyre több gyerek fog a klubokban megjelenni, és ez természetesen a piramis legvégén, legtetején a válogatottakban fog lecsapódni. Fontos az utánpótláskorú gyermekeknek a meg, nyerése és az ő meggyőzése a pingpong mellett és a pingpongról azért is, mert ezek a gyerekek lesznek aztán, akik felnőve szurkolóként megjelennek a pályákon. Lesznek természetesen az élsportolók, és lesznek azok a szurkolók, akik emlékezni fognak arra, hogy gyerekkorukban, az iskolában, vagy adott esetben még klubban is pingpongoztak, versenyeken indultak, közös barátságokat és élményeket szereztek, és aztán megjelennek majd, ahogy mondtam, egy vagy két évtized múlva a lelátókon, szurkolni fognak, elhozzák majd az akkori gyermekeiket, az akkori családjukat, és ez már egy olyan bázisa lesz a sportnak, amire tovább lehet építkezni. Az utánpótlás nevelés tehát kismillió aspektusból, kismillió szempontból fontos. Éppen ezért elkötelezett a Magyar Asztali Szövetség az utánpótlás nevelés iránt, és ez a zászlós hajója a pingpong fejlesztésének. Több irányból, több aspektusból igyekszünk fejleszteni az utánpótlás sportot. A kiemelt műhelyeknek a támogatása, azoknak a műhelyeknek a támogatása, amelyek már most is kiemelkedő szerepet játszanak az utánpótlás nevelésben, az egyik legfontosabb eleme a sportágfejlesztési programunknak. Beemeltük ugyanakkor az éppen induló műhelyek, illetve az induló szakosztályok támogatását is, hogy segítsük a gyermeklétszám növelését, segítsük azokat a klubokat, szakosztályokat, szakembereket, akik gyerekekkel szeretnének foglalkozni. És aztán ennek a piramisnek a legalján éppen elindítottuk azt az iskolai programot, amelynek keretében mintegy 120-130 iskolában mintegy 7000 gyermek fog rendszeresen pingpongozni. Ez a 7000 gyermek induláskor már meg fogja szeretni ezt a sportágat, és reményeink szerint az évek múltával ez megtöbbszöröződik ez a létszám. Tehát az én elképzelésemben, illetve az iskolai program lefolyásának az eredményeképpen akár több tízezer pingpong ütőt a kezében szorongató gyermeket vizionálhatunk. Ez tehát az utánpótlás nevelésen keresztül a legfontosabb feladatunk, hiszen ez az, ami az eredményeket és a későbbi bázisát a sportnak meg fogja teremteni. Szerencsések vagyunk a tekintetben, hogy nem kizárólag a pingpong saját erőforrásait kell, és lehet használnunk ezekhez a programokhoz, jelentős állami források állnak rendelkezésre. Szerencsések vagyunk abban a tekintetben is, hogy az állam egyetért velünk az utápótlás nevelés fontosságában, tehát nem szabadon felhasználható pénzeszközöket, nem egyszerűen pénzt bocsát rendelkezésünkre, hanem az állam meghatározza, hogy ezt a pénzt, ezt az erőforrást az iskolai pingpongra, a klubokban folyó utánpótlás nevelésre, az éppen induló pingpongosokat nevelő egyesületeknek a támogatására kell használnunk. Szerencsések vagyunk tehát összességében, mert egy olyan időszakban tudunk dolgozni, ahol meg tudjuk alapozni az elkövetkezendő évek, évtizedeknek az eredményeit. És itt térnék vissza az együttműködésre, itt térnék vissza arra, hogy mik a közös értékeink, mert ez a munka csak akkor fogja egy vagy két évtized múltán a saját gyümölcsét meghozni, hogyha ezt most közösen elvégezzük, mint ezt a munkát elvégezzük, és összezárunk és közösen dolgozunk ezért. Azt gondolom, hogy ez az, amit mindannyian tudatosítanunk kell magunkban, és a másik fontos dolog, amit tudatosítanunk kell, az a türelem. Türelem a tekintetben, hogy ne gondoljuk azt, hogy az összefogás, az erőforrásoknak a bővítése, az egy irányba haladás, az rövid idő alatt eredményt fog hozni. Szépen fokról fokra kell megmásznunk ezt a csúcsot, fokról fokra kell meghódítanunk magunknak, és fokról fokra kell visszaállítanunk a pingpong a pingpongnak a megbecsülését Magyarországon, és fokról-fokra kell az eredményességgel javítanunk. Hogyha ez kitartóan és közösen sokáig egy irányba tesszük, akkor egészen bizonyos vagyok abban, hogy meg fogja hozni az eredményt. De a kitartás és az egy irányba húzás különösen fontos. Azzal indítottam, hogy az elmúlt két évben jelentős utat tettünk meg. Azt is mondhattam volna, hogy az elmúlt két év megtett útja mellett rendkívül hosszú utat kell még együtt megtennünk. Dolgoznunk kell tehát, és egy irányba kell húznunk, mert ha minden évben, minden hónapban, minden héten újabb és újabb konfliktusokat, újabb és újabb problémákat generálunk magunknak, és arra vesztegetjük el az energiáinkat, hogy piszlicsárré, ha úgy tetszik, apróságokon marakodunk és apróságokra pazaroljuk az energiáinkat, akkor ez a hosszú út egészen bizonyosan nem bejárható, ezt a hosszú utat nem fogjuk tudni együtt végigjárni. Összefogást kívánok tehát mindannyiunknak, kitartó, szorgos és eredményes munkát kívánok mindannyiunknak, rengeteg gyereket, rengeteg iskolás gyereket, utánpótláskorú klubokban igazolt játékosként játszó gyermeket, és aztán rengeteg olyan gyermeket, akik válogatottként a világgal összemérve erejüket és tudásukat megállják a helyüket. Hogyha ez így lesz, akkor pár év, egy-két évtized múlva mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy azoknak az eredményeknek az alapjait. 1990-es évek eredményeihez, vagy 80-as évek eredményeihez hasonló eredmények alapjait most együtt közösen tettük le.